Kedves gyülekezet, akkor lapozzuk fel a Bibliánkban a mai igehirdetés alapigéjét, Lukács evangéliuma 11. fejezetében, a 9. verstől a 13-ig. Én is mondom néktek, mondta Jézus, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Melyik apa pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad neki, vagy ha halat vajon hal helyett kígyót ad-e neki, vagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Kedves gyülekezet, Jézus a kenyeret kérő barátnak a példázatát fejezte be ezzel a summázó néhány gondolattal, és azt hiszem, hogy három dolog nagyon világos, amikor elolvastuk ezt a szakaszt. Az egyik az, hogy Jézus azt mondja, hogy a Szent Lélekre nekünk olyannyira szükségünk van, mint a kenyérre. Mert a kenyeret kérő barát példázatát fejezte be ezzel, és arról szólt, hogy ha valakitől a gyermeke kenyeret kér, talán mást ad helyette, és azzal fejezte be, hogy mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Én nem tudom, elgondolkoztatok-e róla, hogy mi mindenre használja a Szentírás a kenyér hasonlatát. Mi mindenről mondja, hogy olyan szükségünk van rá, mint a fizikai életünk fenntartásához, a kenyérre, az alap élelmiszerre. Hát mindenkelőtt magáról, Krisztusról. Mert Krisztus ezt mondta, én vagyok az életnek ama kenyere. De azt is mondta Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Miért? Mert Jézus azt mondta az írásokról, ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Tehát ahhoz, hogy az élet kenyerét Krisztust mi magunkhoz vegyük, az élet kenyerét Krisztust, a Szentírás, az írás igéi közvetítik számunkra. Az Ó és az Új Szövetség. Jézus korában csak az Ószövetség volt meg, mégis azt mondta, rámutatva a prófétai iratgyűjteményre, ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. De hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy a Szentlélek is kenyér. És a Szentlélek miért kenyér? Azért kenyér, mert a Szentlélek teszi elevenni az igét. Olvashatom én a Szentírást, de nem hallom meg, ha a Szentlélek nem teszi elevenni. És Jézus mondta a Szentlélekről, hogy engem dicsőít majd, az enyémből vesz, engem dicsőít majd, eszetekbe juttatja, amit én mondtam néktek. Tehát a Szentlélek teljesen Krisztusra irányítja a figyelmet. Tehát ha az élet kenyeréből, Krisztusból mi részesedni akarunk, akkor ehhez szükségünk van az igére, mert ezek tesznek róla bizonyságot, és szükségünk van a harmadik értelemben is a kenyérre, a Szentlélekre, mert a Szentlélek alkalmazza személyesen ránk az írásnak a kijelentéseit, ő teszi Krisztus személyét egy eleven valóságos személyé számunkra, mint ahogyan a tanítványok ismerték őt földi életében, ő dolgozik bennünk úgy, hogy Jézus nekünk olyan személyes barát, olyan személyes mester legyen, olyan tanítványként viszonyuljunk Jézushoz, és állandóan vele járjunk, mint ahogyan a 11 tanítvány volt ezzel Jézus földi életében. És a másik dolog, amit ez az ige szakasz mond, és ez pedig az, hogy a mennyei atya szívesebben adja ezt a kenyeret is, a szent lelket, mint életszükségletre való dolgot, ami számunkra, mint a földi szülők adnak gyermekeiknek kenyeret. És a harmadik dolog, amit mond, ahhoz, hogy mi elnyerjük ezt a harmadik értelembe vett kenyeret is, a szent lelket, ahhoz semmi másra nincs szükség, mint hogy kérjük. Mert azt mondta, mennyivel szívesebben ad szent lelket azoknak a mennyei atya, akik kérik tőle. És amikor ezt így végig gondoljuk, akkor felmerül bennünk egy kérdés, hogy mi kérünk-e a Jóistentől szent lelket. Tudatosult-e bennünk, hogy a lelki növekedésünkhöz, a lelki életünk számára, ahhoz, hogy Krisztust, az élet kenyerét magunkhoz vehessük, a Szentlélekre épp úgy szükségünk van, mint az ígére.
És az az érzésem, hogy mi nagyon ritkán kérünk így néven nevezve szent lelket a Jóistentől. Gondolom senkinek sem nagyon nehéz, ha úgy most gyorsan visszagondol, hogy mondjuk az elmúlt napokban, az elmúlt héten mi mindent kért imádságában Istentől. És én attól tartok, hogy a sok minden között nem fordult elő, hogy így néven nevezve kérjük a Jóistentől, hogy add nékem a te lelkedet, hogy bennem lakozzék, hogy vezéreljen engem. És egy ilyen egyértelmű bíztatás mellett, amit Jézus mondott, vajon mi lehet az oka annak, hogy mi nem kérünk konkrétan szent lelket, nem élünk ezzel az ígérettel és ezzel a lehetőséggel. Elég ilyetten jut eszembe ennek kapcsán az, hogy talán az a baj, hogy még mindig úgy gondoljuk, hogy elboldogulunk mi szent lélek nélkül is. Talán még mindig a saját igyekezetünkből létrehozott jó cselekedetekkel akarunk üdvözülni. Talán még mindig azt hiszük, hogy meg tudjuk tartani a törvényt saját erőnkből. És ennek a hamis bizakodásnak a fogjai vagyunk még mindig. Pedig Jézus olyan világosan mondta, nálam nélkül semmit, semmi igazán jót, semmi Istennek tetszőt, ami megfelel az Isten igazsága mértékének, nem cselekedhettek. És a Bibliában az, hogy Krisztus lakozik valakiben, hogy Krisztusban marad, vagy hogy a Szentlélek lakozik benne, és a Szentlélek vezérli őt, váltó fogalom. Jézus ma nincs testileg közöttünk, és hogy mi Krisztusban maradjunk, hogy ő a gondolatvilágunkban mindig jelen legyen, mindig inspiráljon bennünket belülről, ez kizárólag úgy lehetséges, hogy ha az Isten lelke lakik bennünk, és belülről inspirál bennünket. Könnyen megrekedünk azon a szinten, amiről Pál apostol a római levélben ezt írja, hogy hát kétségbeesve fedezi föl, hogy én elmémmel ugyanaz Istennek, de a gyakorlatban a cselekedeteimmel mégiscsak a bűnnek szolgálok. Ennek meg kellene ijednünk, ha megállapítjuk, hogy megrekedtünk ezen a szinten. És ezt a szintet meghaladni másképpen semmiképpen nem tudjuk, csak is akkor, hogyha mi kérünk, és kérjük, és elnyerjük a szent lelket Istentől. Mint hogyha a régi hívők ezt jobban értették volna. Mindig eszembe jut az 51. Zsoltár, mikor a szent léleknek a szerepéről, a jelentőségéről beszélünk, hogy a Dávid, amikor a bűnét elkövette, és utána a Jóisten bűnbocsánatért folyamodott, mi volt a legnagyobb ijedelme? Ugye azt kérte a Jóistentől, hogy tiszta szívet teremts bennem, az erős lelket újítsd meg bennem, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem, és engedelmesség lelkével támogass engem. Tudta, hogy Isten lelke bűnnel együtt nem lakik, és ő nyilván tapasztalta is, hogy most magára maradt, és kétségbeesve kérte a Jóistentől, hogy újra tiszta szívet teremtsen benne, és a szent lelkét el ne vegye tőle, mert a Szentlélek által újra erős lelke lesz, és ellen tud állni a bűnnek és a gonosznak, és a Szentlélek az, aki engedelmesség lelkeként dolgozik benne, hogy őt Isten minden parancsolata iránti engedelmességre késztesse. És akkor egy kicsit álljunk meg annál a kérdésen, hogy tulajdonképpen kicsoda a Szentlélek, és miért van olyan szükségünk a Szentlélek bennünk lakozására, mint a fizikai életünk fenntartásához, a kenyérre. Mert a lelki növekedésünkben semmit sem mehetünk előre, egy arasznyit sem az Isten lelke nélkül. Hát először is talán azt kellene megemlíteni, hogy a Szentlélek valódi isteni személy. Ugye mindig támadtak olyanok, akik ezen okoskodni kezdtek és problémázni, hogy a Szentlélek talán csak egy személytelen erő, vagy hogy az ige többször mondja, hogy az atyának és a fiúnak a lelke, hát nem is külön személy, külön isteni személy, csak az atyának és fiúnak a lelke. Én most csak egyetlen igére hivatkozom itt, ami rögtön megvilágítja ezt a kérdést. Amikor Jézus búcsúzott a tanítványaitól, akkor azt mondta, én kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek. Más vigasztalót küld nektek, az igazságnak ama lelkét. Ha a Szentlélek csak a Krisztus lelke lenne, vagy az atyának és Krisztusnak lelke, akkor Jézus nem mondhatott volna ilyet, hogy hozzám képest más vigasztalót. Hogy más vigasztalót küld nektek.
Ha nem is tudjuk testi alakban elképzelni a Szent Lelket, mert a Biblia sosem ábrázolja így, az csak szimbólum volt, mikor Jézusra a galamb szimbólumában szállt alá keresztsége után. Ha titok is a személye, az írás olyan egyértelműen szól arról, hogy különálló, valóságos isteni személy, hogy nincs miért ebben kételkednünk. És roppant tanulságos az, hogy a Biblia nevezi őt az igazság lelkének. Ugye Jézus így mondta, az igazságnak ama lelkét, aki mindenre megtanít titeket, aki elvezérel titeket minden igazságra. És ugyanakkor nevezi a Biblia a Szent Lelket a szeretet lelkének is. A római levélben így olvassuk, hogy megigazulva hitáltal békességünk van Istennel, és Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Tehát a Szentlélek által az Isten szeretete tölteti ki a szívünkbe, ezért a Szentlélek a szeretet lelke is. Ugye milyen hiába való azon gondolkozni, hogy mi előbbre való az igazság vagy a szeretet. A Szentírás azt mondja, a Szentlélek egyaránt az igazság lelke, és egyaránt a szeretet lelke. És lehetetlen a Szent Lelket befogadni, mint az igazság lelket és lelkét, és elutasítani, mint a szeretet lelkét. És lehetetlen a Szent Lelket befogadni, mint a szeretet lelkét, és elutasítani, mint az igazság lelkét. Ahányszor a Biblia Istent jellemzi, mindig azt mondja, hogy igazság és kegyelem. Ő nagy igazságú és nagy irgalmasságú. És a Szentlélek ebben az isteni jellemben osztozik. Egyaránt az igazság lelke és a szeretet lelke. Van egy ige a Timóteushoz írt második levél első fejezetének a 7. verse, amely olyan nagyon szépen foglalja össze, hogy mi mindent nyerünk mi a Szentlélek által. Azt írja Pál apostol Timóteusnak, nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. De amit józanságnak fordít a mi Bibliánk, az az eredeti szövegben tiszta gondolkodás. Megkérdezem, tud valaki három legfőbb jót ezen kívül? Erő, szeretet és tiszta gondolkodás. Hát micsoda ajándék, ha Isten lelke bennünk lakik, ő, ha kell, megsokasítja a fizikai erőnket, megsokasítja a lelki erőnket, ad nekünk erőt, közvetít nekünk erőt, igazi isteni mennyei szeretetet, és a tiszta gondolkodásnak az ajándékát, felbecsülhetetlen ajándékát. Ezt mind a Szentlélek által nyerhetjük el. Az Ószövetségben, Ézsaiás könyve 11. fejezetében a Messiásról mondja, hogy megnyugszik rajta az Isten lelke, és sorolja, hogy az Isten lelke mi mindent közvetít. Értelemnek és bölcsességnek lelke, tanácsnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És ebből a felsorolásból én most csak egyet emelnék ki, hogy tanácsnak lelke. Ugye a gyakorlati életben olyan sokszor vagyunk tanácstalanok. Most hogy kellene az Isten igéje szerint helyesen eljárni? Most ebben a percben mit kéne mondani, vagy nem mondani, vagy mit kéne tenni? Csodálatos dolog az, hogy ha Szentlélek bennünk lakik, akkor isteni tanácsadó dolgozik bennünk. És a szükséges pillanatokban tanácsot ad nekünk. Ezt mond, így viselkedj, ezt tedd. Hihetetlen érték ez, hogy a Szentlélek, mint egy belső inspiráló tanácsokat ad nekünk a hétköznapi életünk minden lépéséhez. És hogyha ezeket így végig gondoltuk, akkor még élesebb az a kérdés, hogyha ilyen hihetetlen ajándékokat nyerhetünk a Szentlélek által, ha a Szentlélek által az igazság lelke van bennünk, igazságossá tesz minket, ha a Szentlélek által a szeretet lelkét, az isteni mennyei szeretet árad ki a szívünkbe, ha a Szentlélek erőnek a lelke, ha a Szentlélek a tiszta gondolkodásnak a lelke, ha a Szentlélek tanácsadó, akkor hogyan lehetséges, hogy nem kérjük? És olyan ritkán kérjük, és valahogy úgy nem rögzült az életünkben, hogy például a reggeli imádságban, amikor egy nap előttünk van, minden máson kívül és minden más felett nekünk néven nevezve, konkrétan, átgondolva, teljes szívünkből Szent Lelket kellene kérnünk. Én gondolkoztam ezen, és kutattam az okokat, és elmondom nektek, hogy mire jutottam. Az első
amin elgondolkoztam, hogy talán azért nem kérjük mi a Szent Lelket, mert nincs bennünk megfelelő mértékben éhség és szomjúság az igaz élet és az igaz jellem után. Mert ebből semmit se tudunk előbbre haladni, e tekintetben semmit, a Szent Lélek nélkül. És Jézus egyik boldog mondása a hegyi beszédben ugye így hangzik, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. De sokszor félreértjük ezt az igét, azt hiszük, hogy azokat mondja boldognak, akik szeretnének több ismeretet gyűjteni és jobban megérteni a bibliai tanításokat. De az újszövetségi nyelvben két szó van az igazságra. Az egyik szó az inkább az elméleti igazságra utal, az ismeretre utal, az ismeretbeli igazságra, az igazság ismeretére, a másik viszont a cselekedetbeli, jellembeli igazságra. Ugye, ha valakinek az igazsága, az igaz volta. És itt az utóbbi ige szerepel. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák, így lehetne visszaadni az igaz életet, vagy az igaz jellemet, mert ők megelégítetnek. Megkérdezem, erős érzés az éhség vagy a szomjúság? Hát, ha valaki éhes, az megtalálja az ételét, annak enni kell. Ha valaki szomjas, az nem nyugszik, amíg nem tud inni. És ha mi éheznénk és szomjúhoznánk az igaz életet és az igaz jellemet, akkor bizony kérnénk Szent Lelket, mert nélküle ez nem lehetséges. Tehát talán ott a probléma, hogy úgy megnyugodtunk, megelégedtünk azon a szinten, hogy elmémmel az Istennek szolgálok, hogy a cselekedeteimmel nem egészen, hát mit csináljunk, ember az ember, ennyire jutok, igyekszem, idáig jutok el, és nincs bennünk az a nagy éhség és szomjúság, az Isten előtt minden tekintetben kedves, a minden szempontból igaz élet és jellem után, hogy ne maradjon rajtunk se szeplő, se sömörközés, se semmi efféle, hanem arányos jelleművé váljunk. Ellen White szereti ezt a kifejezést használni, hogy arányos jellem. Ugye vannak emberek, akik egyes dolgokban nagyon szép és nemes, más dolgokban kiáltó ellentét. De ha mi éhezzük és szomjúhozzuk az igazságot, akkor mi arányos jellemre vágyakozunk, amely minden tekintetben, minden vonatkozásban az isteni igazság mércéjének felel meg. És nem elégszünk meg azzal, hogy na, egy-két dologban jó vagyok. És akkor, hát ez elviszi a többit. Istennél ilyen nincsen. Isten azt akarja, hogy mi éhezzük és szomjúhozzuk az igaz életet, az igaz jellemet. És milyen csodálatos az, hogy nincs olyan öröklött, nincs olyan szerzett rossz tulajdonság, amit a Szent Lélek ne tudna megváltoztatni, amiben ne tudna újjáteremteni minket belülről. Hát nem kellene, hogy lelkesítsen minket ez, hogy én határtalanul fejlethetek a magatartásomban, a viselkedésemben, a jellememben, az igaz cselekedetekben. Egyetlen egyet kell tennem minden nap, folyamatosan, állandóan kérnem a Szent Lelket, és megbecsülnöm az ő intéseit, az ő belső nevelését, az ő belső csiszolását, engedni annak, ahogyan belülről dolgozik bennünk, ahogyan megint, ahogyan tanácsol, ahogy késztet a jóra. Ha ezt megtesszük, határtanul változhatunk jó irányba. És ha ezt éhezzük és szomjúhozzuk, akkor kérni fogjuk a Szent Lelket, mert azt értelemmel felfogjuk, hogy ennélkül nem tudunk növekedni. Aztán egy másik dolog, amin elgondolkoztam, hogy lehet, hogy az is oka annak, hogy nem kérünk Szent Lelket, mert annyit megtanultunk és megértettünk a Bibliából, hogy a Szentlélek szent és bűngyűlölő, mint minden isteni személy, és hogy nem lehet egyszerre bűnt megtartani az életünkben és Szent Lelket kérni. És ezért mondja az írás azt, hogy Szent Lelket csak Krisztustól lehet kapni. Tehát a kereszténységnek az az irányzat, amely azt mondja, hogy csak küzdeni kell, csak tusakodni kell a Szentlélekért és elnyered, ebben sajnos becsúszik egy tévedés minden jó akarat mellett, mert Szent Lelket csak Krisztus közvetítésével, csak Krisztustól lehet kapni. Úgy közvetlenül, hogy én kérem a Szent Lelket, nem lehet. Emlékeztetnék rá, hogy Jézus egyszer egy Jeruzsálemben egy ünnepen felkiáltott,
miután látta, hogy ott az emberek milyen üresen távoznak innét, lelkileg üresen, és felkiáltott, és azt mondta, hogy aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. És hozzáteszi az apostol, ezt pedig mondta a Szentlélekről, akit venni fognak a benne hívők. Tehát ahhoz, hogy mi elnyerjük az élő víznek a forrását, elnyerjük a Szentlélek bennünk lakozását, bennünk munkálkodását, Krisztushoz kell menni. Az előbb idéztem a Római Levél 5. fejezetét, ahol így kezdődik, megigazulva hitáltal, békességünk van Istennel, bejárásunk van az Isten kegyelméhez, és Isten szeretete kitöltetik a szívünkbe a Szentlélek által. De az első lépcsőfok mi? Megigazulva a Krisztus Jézusban való hit által. Tehát ez azt jelenti, hogy el kell nyernünk a bűneink bocsánatát, és a bűnbocsánattal együtt Isten mindig tiszta szívet is teremt az emberben. A valódi bűnbocsánat az tiszta szívet teremt az emberben. És csak ennek nyomán várhatjuk, hogy a Szentlélek a szívünkbe költözik. Mondhatnám képiesen így, hogy a Szentlélek csak kisöpört házba költözik. Ahol ha a szívünkben nem marad rendezetlen bűn, hogyha Istennel mi nagyon lelkiismeretesen rendezünk azonnal minden bűnt, és újra is újra elnyerjük, hogy ő tiszta szívet terem bennünk, hogy a megbocsátás túláradó szeretete megtisztítja a szívet, akkor ennek mindig az a következménye, hogy elnyerjük a Szent Lelket. De tudjuk, hogy az apostolok is így mondták meg, hogy bánjátok meg, térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, és vegyétek a Szentlélek ajándékát. És a Szentlélek nagyon érzékeny, ilyet mond Pál apostol, hogy minden mérgesség, harag és lárma kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt, és meg ne szomorítsátok Istennek a Szent Lelkét. Akkor megkérdezem, hogy könnyen becsúszik az életünkbe egy felgerjedés, egy kis házi lárma, egy kis harag. Abba a pillanatban, hogy ez a szívünkbe belépett, a Szentlélek távozik. A Szentlélek szent isteni személy, érzékeny isteni lény, bűnnel együtt nem lakik. Akkor mindig az a teendő, hogy én még az árnyalatnyi dolgokat is, még csak egy felgerjedést is, még csak egy haragnak a fellobbanását is, azonnal Krisztushoz vigyem, és Krisztus által bocsánatot kérjek, hogy Krisztus engem megigazítson, hogy Krisztus bennem tiszta szívet teremtsen, és akkor ennek nyomán Krisztus közben járása által elnyelhetjük a Szent Lelket. Tehát még egyszer szeretném aláhúzni, Szent Lelket senki sem kérhet közvetlenül. Figyeljük meg, az írásban egyetlen példa sincs, hogy közvetlen szólítsd meg a Szent Lelket is közvetlenül hívjad. Énekekben előfordul egy ilyen, ott megengedhető egy ilyen költői fogalmazás, így fejezi ki az ember a Szentlélek utáni vágyát, de a Biblia egyszer sem mondja, hogy te kérjed a Szent Lelket, kérjed Krisztust, hogy miután megigazított téged, miután megtisztított, miután bűnbocsánatot adott, ennek nyomán adja ő a Szent Lelket neked. És testvérem, itt mindnyájan gondolkozzunk el, hogy milyen hajlamosak vagyunk arra, hogy van egy bűntudatom, tudom, hogy valamit rosszul tettem, rosszul mondtam, és akkor azt úgy, hogy mondjam, lenyomom a pincébe a tudatomban. Igen, Isten biztos tudja, hát sajnálom. De elmulasztjuk azt, hogy bocsánatot kérjünk, hogy azt tegyük, amit a tékozló fiú példázatában olvasunk, hogy ő azt mondta, felkelvén elmegyek az én atyámhoz, és elmondom ezt néki. És ha ezt kihagyjuk, és nem rendezzük a bűnünket Krisztus által, és nem nyerjük el a megigazulást, akkor nélkülözni fogjuk a Szent Lelket. Mindaddig nélkülözzük, ami kisöpör, tiszta ház nem lesz a mi lelki világunk. Ne tévesszen meg minket az, hogy azért a Szentlélek, hogy így mondjam, mindenkinek enged, aki nem áll ellene, és hogy azért azt nem hagy magunkra egészen, de azt a tapasztalatot, hogy folyamatosan belül dolgozik, hogy lakik bennünk, hogy vezérel minket, ezt nem tudjuk másképpen elnyerni. Azért nem fog magunkra hagyni, és akkor kívülről fáradozik értünk, hogy megbánásra vezessen megint, hogy megint valahogyan rendbe hozza az életünket, de ami által bekövetkezik az, hogy mi jellemberileg növekszünk, hogy mi valódi gyümölcsöket termünk, a lélek gyümölcseit, az csak akkor van, ha lakozik bennünk, ha vezérel minket. Ez egy magasabb rendű tapasztalat a Szentlélekkel, mint hogy kívülről zörget a szívünk ajtaján, és ösztönöz minket kívülről a jóra, hogy így mondjam. Az az igazi, amikor lakik, amikor folyamatosan bennünk van, és folyamatosan vezérel minket.
És ezért nekünk újra és újra tudatosan kérnünk kell Istentől a Szent Lelket. És van még egy harmadik okot is találtam. Tehát addig ugye, amit mondtunk, hogy valószínű az az oka, hogy sok mindent kérünk, de néven nevezve, komolyan, konkrétan Szent Lelket nem, valószínű az az első oka, hogy nem éhezzük és szomjúhozzuk eléggé az igaz életet, az igaz jellemet, valahogy belenyugszunk abba, hogy megrekedtünk egy szinten. A másik oka az, hogy hiányzik az életünkben a lelkiismeretes, folyamatos, állandó bűnrendezés, nem járjuk meg a bűnbocsánatért folyamodás, a bűnbocsánat elnyerésének az útját a közben járó Krisztus által, hanem csak úgy magunkban azt mondjuk sajnáljuk, és úgy elfolytjuk, elnyomjuk az ilyen bűntudatokat, és ezért nem jutunk tiszta szívhez, hogy oda a Szentlélek beköltözhessen. De van egy harmadik ok is, és ez a harmadik ok azt hiszem az, hogy tulajdonképpen kikopik az életünkből az a valódi elmélyült imádkozás. Mindig eszembe jut egy külföldi igehirdető, aki azt mondta, hogy hát egy kissé profán dolog, ezt ő nem vitatja, de azért talán mégis hasznos lenne, ha néha rápillantanánk az órára, amikor imádkozni kezdjünk, meg akkor, amikor befejezzük. És akkor realizálnánk, hogy tulajdonképpen egy-két perceket nagyon rövid ideig imádkozunk. És megkérdezem tőletek, hogy mi Szent Lelket teljes szívünkből kérjünk, ahhoz elég egy ilyen röpke imádság? Mert ugye azt mondja az ige, hogy az ige által Isten szól, és azt mondja, kerestek engem is, megtaláltok, mivel hogy teljes szívetekből kerestek engem. Na de hogy én teljes szívből kérjek Szent Lelket, ahhoz mi kell? Hogy itt és most realizálom, hogy hát először is, hogy rendezve vannak a dolgok a háta mögött, bejárásom van Isten kegyelméhez, bátorságom lehet kérni őt. Először ez kell hozzá. Aztán kell hozzá, hogy átgondolom, hogy én milyen erőtlen vagyok magamban, hogy ha most az Isten tiszta szívet teremtett is bennem, ha most úgymond jó lelki állapotban vagyok is, de kimegyek az élet harcterére, egy-kettőre hibákat fogok elkövetni megint. És de én szeretném ezt a napot úgy tölteni, hogy ez csupa szépség, csupa tisztaság legyen, áldások áradjanak belőlem, és semmi negatív hatás, és hogy az Isten felhasználhasson eszközül, és én járjak azokban a jó cselekedetekben, amelyeket számomra ő előre elkészített. Ahhoz, hogy én ezt mind végig gondoljam, és teljes szívemből kérjek Szent Lelket, a futó imádság nem elégséges. És azt kell mondanom, testvéreim, és ezt magamról is mondom, hogy ez a legnagyobb küzdelem az életünkben. Valahogy Sátán úgy gondoskodott a végidőben arról, hogy tele legyen az életünk programmal, és állandóan szorítja, mint az abroncs az agyunkat, hogy ez a következő feladat, ez a következő tennivaló, hogy ahogy Jézus mondta, hogy menj be a te belső szobádba, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és titkon néz, és válaszol neked nyilvánvalóan, ezt ilyen imádságra nehezen szánjuk el magunkat. Fáradtak vagyunk, rohanunk, ösztönösen félünk a magunkkal való igazi szembesüléstől, fáradtságosnak érezzük azt, hogy rendezzük a gondolatainkat és az érzéseinket. Ennél egyszerűbb csak futni a következő feladathoz, akár a következő jó cselekedethez. És az a fajta imádság, amit Jézus mondott, hogy menj be a te belső szobádba, csukd be az ajtót utánad, és imádkozzál a te atyádhoz, ahogy egy helyen mondja, hogy öntsétek ki a ti szíveteket, mint a vizet az Úr színe előtt. Ettől van bennünk egy ösztönös óckodás. Ugye az első ember is, mikor vétkezett, az ösztönös érzése az volt, hogy elmenekülni az Istennel való találkozás elől. És ahhoz, hogy mi ezt legyőzzük, ezt az ösztönös menekülést, és tényleg úgy kitárjuk a szívünket Istent, és átadjuk magunkat, egy önátadásig eljussunk az imádságban, ehhez az egy-két perces futó imádság nem elég. És kedves testvérem, én arra szeretnélek titeket bíztatni, magamat is, hogy erről az egyről ne mondjunk le. Erről az egyről ne. És lehet, hogy borzasztó nehéz az életünkben időt találni, de én például oda jutottam, már mindig este gondolom át a következő napot, meg reggel is, hogy most mikor lesz egy kis nyugalmas idő. És az ember úgy vigyáz arra, mint a kincsre, hogy itt most ez a legfontosabb. Hogy idáig eljussunk. Én nem mondom, hogy megnyertem ezt a csatát, csak szeretném. De annyira boldog voltam, amikor
és ez most ugye közelmúltban úgy éreztem, hogy tényleg Jézussal úgy tudok beszélgetni, mintha itt lenne a Földön a mesterém, meg a tanítványom. És ez olyan hihetetlen megnyugvást ad, és olyan hihetetlen békességet. De ezt nem tudjuk elérni a futóimádsággal. Az elég arra, hogy elmondjuk, hogy oltalmaz meg, fizikailag vigyáz a családtagja, amire ebből is, ebből az aktuális problémámból segíts ki, és aztán vége. És már szaladunk is a következő feladatunkra. És végezetül arról szeretnék szólni, testvéreim, hogy mikor volt az, amikor az első tanítványok megtanultak a Szentlélekért imádkozni. Amikor komolyan kérték a Szent Lelket. Ha úgy belegondolunk, ugye ez a Jézus mennybe menetele és a pünköst közötti 10 nap volt. És mi volt az, ami erre késztette őket? Mi volt az, ami feszítette szinte őket, hogy ők komolyan és buzgón kérjék a Szentlélek ajándékát Istentől? Hát ott volt a hátuk mögött, hogy 3,5 évig Jézust hallgatták, Jézust látták, vele éltek. És ez most, ahogy a Jézus távozott tőlük, minden megelevenedett, hihetetlen élénkséggel, és most tudták igazán értékelni, ha szemben részük volt. Akkor átélték Jézus halálát, amikor azt hitték, mindennek vége, és átélték azt, hogy ő milyen kimondhatatlan önkéntes áldozatot vállalt, hogy minket megmentsen. Aztán átélték az ő dicsőséges feltámadását. Még 40 napon át megjelent és szólt velük az Isten országára tartozó dolgokról, és adott nekik egy fantasztikus küldetést, megbízatást. Azt mondta, hogy ti vagytok ezeknek tanúi. Ti fogtok az én távozásom után tanúskodni ezekről. És azt mondta, menjetek el szélesebb világra, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. És el tudjuk képzelni, hogy a tanítványok hogy érezték magukat ehhez a feladathoz? Mi? Hát egyszerű halászemberek voltak többségükben, és hogy mi menjünk el szélesebb világ, és mit tegyünk tanítvánnyá minden népet. Ott volt az egész görög-római civilizáció hihetetlen távolságban a Krisztus evangéliumától. Hát mit tudnak ők tenni? De ugyanakkor feszítette őket, erről hallgatni nem lehet. Ezt minden embernek tudni kell. Jézus volt a Messiás, Isten fia eljött a világra. Láttuk, hallottuk, feltámadt, ezeket az ígéreteket hagyta, vissza fog jönni. Tehát ez olyan mértékben feszítette őket, hogy akik ezt látták és hallották, erről nem hallgathatnak. De ehhez nekik erejük nincs. És eszükbe jutott, hogy Jézus mit mondott. Azt mondta, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nekem tanúim. Rádöbbentek arra, hogy Jézus nem is azt mondta, hogy saját erejükben induljanak el. Ez nem egyszerűen szorgalom és bátorság kérdése, hanem vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön reátok, és lesztek tanúim. Még utoljára a mennybe menetel előtt közvetlenül is azt mondta, maradjatok Jeruzsálemben, míg felruháztattok mennyei erővel. Mert ezt a küldetést másképpen nem tudjátok teljesíteni. És nem tudom, rájöttünk-e, hogy mivel szeretnék párhuzamot vonni. Ma nincsen nekünk okunk arra, hogy ugyanígy feszítsen valami belülről. Ismerjük a Szentírást, ismerjük a hármas angyal üzenetet, a korunknak szóló, konkrét, elevenbe vágó, időszerű üzenetet. És közben feszíthet minket, hogy itt van a világ, amely semmit nem tud erről, semmit nem tud, hogy a mennyben már ítélők ülnek, és könyvek vannak nyitva, semmit nem tud arról, hogy a fák már nem csak rügyeznek, hanem már mindjárt lomba fognak átmenni. Ugye Jézus hasonlatával élve olyan hatalmasak az idők jelei, és semmit sem tudnak az evangéliumra. Az örökkévaló evangélium elhallgatott, elhalványult, csak címszavakban létezik, de élő eleven üzenetként nem létezik. És ha mi ránézünk az embereknek, az embertömegeknek a szánalmas állapotára, ha feszít bennünket az, hogy még csak az angyalok tartják a szeleket, de ha elengedik az valami félelem, ami erre a világra jön, és most még lehet oltalmat nyerni, most még ez szükséges. Az életmentő ösztönnek kell bennünk felébredni, és akkor azt mondjuk, hogy na de,
szétnézünk erre a mi elvallástalodott világunkra, erre az eldeformálódott kereszténységre, és azt mondom, ki vagyok én? Én mit tudok itt tenni? Semmit. És a mind összesen is mit tudunk tenni? Semmit. Érdemben még hozzá se fogtunk az üzenetnek az átadásához, hogy az úgy hangozzék, mint az ég közepéről az Isten angyala hirdeti maradéktalanul, hatalommal, isteni erővel. És ha mi ezt, testvérem, áttérezzük ezt a feszültséget, ezekről hallgatni nem lehet. Ez egy bűn, hogyha mi ezt a világosságot visszatartjuk. Látjuk a fegyvert közeledni a városhoz, és nem intjük meg. Ezt nem lehet megtenni. Ha mi ezt átérezzük, és azt, hogy ezt a falat áttörni, ami az mai emberek gondolkozásmódja, amilyen állapotban emberek vannak, ez lehetetlen. Ami összes maximális igyekezetünkkel is, akkor elkezdünk komolyan szent lelket kérni Istentől. És nem mindjárt a késő esőnek a kitöltését, mert olyan világos a Bibliában a tanítás, hogy amíg mi nem szereztünk magasabb rendű tapasztalatokat a Szentlélekkel az egyéni életünkben, addig nem fog a Szentlélek esőként kiáradni. De akkor halaszthatatlanul sürgősnek érezzük ezt, hogy mi a Szentlélek jelenlétével, bennünk való munkálkodásával közeli ismeretségbe jussunk, és mindig több és nagyobb legyen a mi tapasztalatunk a Szentlélek közösségével, hogy felkészüljünk arra, hogy végül esőként áradhassunk ki, és mi ennek a közvetítői lehessünk az emberiség számára. Én annyira örültem, csak úgy véletlenül összefutottam Nusikával egy percre most itt a délelőtti istentisztelet előtt, és mondja nekem, hogy ő úgy rájött erre, és ő évek óta mindig konkrétan kéri a Szentlélek, és azt mondta, hogy annyira tapasztalom a következményét. És mondtam neki, pont erről fogok beszélni. És én mindnyájatokat szeretnélek kérni arra, hogy ha kenyér, ha Szentlélek kenyér, épp úgy, mint az íge, és ha a Szentlélek nélkül Krisztushoz, az élet kenyeréhez mi igazán nem jutunk hozzá, Krisztus nem lesz eleven élő valóság az életünkben, akkor változtassunk az eddigi gyakorlatunkon. És főleg a reggeli imádságunkban, aminél küzdjünk azért, hogy tudjunk sietség nélkül imádkozni. De ha valamilyen reggel nem tudunk, akkor napközben. Ha napközben sem tudtunk, az a legrosszabb, ha csak este, mert már fáradtak is vagyunk, de ha csak egy mód van rá, reggel vagy napközben, de ilyen valódi imádságot gyakoroljunk, hogy ahogy Jézus mondta, menj be a belső szobádba, határozd el, tökéld el, hogy most te Isten színe elé akarsz jutni, hogy ez az imádság most nem az, hogy elmondom, amit én gondolok, hanem az, hogy azt szeretném, hogy az Isten jelenlétébe jussak, hogy egy önátadásig eljussak, hogy a Szentlélek általi imádsággá emelkedjék az imádságom, hogy egyszer csak tapasztaljam azt, hogy maga a lélek jön segítségül, és ő bátorít fel belülről, és ő adja a számra, hogy mit kérjek az Istentől, és a tanácsaival igazgat már az imádság folyamán. Legyen bennünk éhség, szomjúság az ilyen imádság, az ilyen tapasztalat után, és akkor fogunk tudni teljes szívünkből kérni szent lelket. És ennek az eredményei hatalmasan fognak meglátszani az életünkben. És még egyszer mondom, épp olyan nagy okunk van erre, mint az első tanítványoknak. Rajtunk is rajtunk van egy hatalmas küldetésnek a terhe, egy életmentő munka elvégzésének a terhe, de ahhoz a saját erőnkben teljesen tehetetlenek vagyunk. Nekünk is arra van szükségünk, hogy vegyünk erőt, hogy felruháztassunk mennyei erővel. De ez először azzal kezdődik, hogy a személyes életünkben ezt nap mint nap megerősödjünk ebben a tapasztalatban. És én szívemből kívánom mindnyájunknak, hogy valami újat kezdjünk, és ne úgy múljon ez a szombat, mint sok-sok szombat, és akkor egy pillanatra megérintett és elfelejtettük, hanem határozzuk el, hogy már ma este, mikor a szombatnapot bezárjuk, akkor a Jóistent kérjük, hogy erősítse meg ezt a vágyat, erősítse meg ezt az elhatározást szívünkben is, és kezdjük gyakorolni az új héten már, késedelem nélkül, hogy a Jóistentől tudatosan, mélyen átgondolva, szükségleteinket, lelki szegénységünket áttérezve szívből kérjük, hogy add nékem a te szent lelkedet, hogy belülről vezéreljen, tanácsoljon, lakjék a szívembe,
és Krisztust elevenné tegye számomra, hogy én olyan közel legyek hozzá, mint azok a régi tanítványok, akik együtt jártak a Mesterrel, és olyan közvetlen, bensőséges kontaktusban lehessek Krisztussal folyamatosan, mint ahogy az ő életükben volt. A Jóisten áldja meg az ő igéjét számunkra, és tegye maradandóvá, és majd gyümölcsözővé is. Amen.